Múlt héten megismerhettétek a Brass Time, Magyarország legmenőbb rezes bandáját. A mai adásban újabb érdekességeket tudhattok meg róluk. Ismét láthatjátok őket az utcán vérbeli brass bandes performance keretén belül. Az adás végén pedig meghallgathatjátok a Budapest című saját számukat. Új arcok, új zenekarok, új dalok hétről hétre. A Sunken Productions bemutatja Friday Session, ahol az új generáció bemutatkozik. Gyere ide. Ide, öcs, ide. Bibi vagyok, 8. osztályos, zenéket fogok véleményezni, amiket meghallgattam. Nagyon jók voltak a fúvosok, és nagyon jól össze lett rakva. Szerintem ez a dal, ez igazán egy Magyarországon játszódó filmnek a bevezetőjében tökéletesen megállná a helyét. Kellemes ezt hallgatni. Könnyed, vidám, érdekes, és tényleg bemutatja, hogy milyen sokszínű is a fővárosunk. Több ember hangszerel. Kezdve mondjuk a testvéremmel, Bánfi Balázs. Saját számokat is ír nekünk. Hangszerelni egyébként még a Jani, itt a tubásunk, ő is szokott. Hiszen amikor voltunk a Brass Vegas, igaz? Brass Vegas Fesztiválon, akkor ott volt egy kötelező egyveleg, amit saját magunknak kellett meghangszerelni, és ezt a Jani felvállalta, és az annyira jó sikerült az a hangszerelés, hogy azt a versenyt is sikerült megnyernünk, illetve Szabó Manó, ő is hangszerel nekünk. Mondjátok még, hogyha kifelejtettem valakit. Hát illetve a zenekar is, tehát azért úgy vagyunk, hogy ha létrejön egy darab, vagy egy hangszerelés, akkor nagyon sokat rakunk bele együtt. Tehát elkezdjük próbálni, elkezdjük kóstolgatni a darabot, és aztán jön a hülyeség. 50 perc hülyeskedés, 10 perc komoly munka. És fél év. És megszületik egy szuper kis dal, amihez nekünk is sok kedvünk van eljátszani és előadni itt az embereknek, az utca népének, és bárhova, ahova minket elhívnak. Hé, na! Játszatok már valamit! Feljátszó. Itt a játék ideje. Kata, mond, milyen merényletet találtál ki a srácok ellen. A srácok a Budapest című saját dalukat hozták, a Number One című első nagylemezükről. Én azt találtam ki, hogy egy kicsit játszunk a budapesti utcanevekkel, forgalmi tereptárgyakkal, táblákkal. Megkértem a fiúkat, hogy rögtönözzenek 4-5 utcához híres dalokat. Úgyhogy ezt most meg fogjuk hallgatni, hogy ezt a feladatot hogy oldották meg.
Nagyjából minden fellépés előtt van egy műsor tervezetünk, és hogyha semmi nem jön közbe, akkor ahhoz általában ragaszkodni is szoktunk. Viszont, hogyha kimegyünk az utca népének játszani egy közterületre például, akkor viszont nagyon fontosak a reakciók. Ha azt látjuk, hogy nem vevő a nép arra, amit csinálunk, egyébként még nem volt ilyen még soha, de ha mondjuk az a szituáció van, amikor egy kicsit váltani kell mondjuk stílus vagy dalt, akkor ezt lereagáljuk. Szerencsére van már ebben rutinunk, mindig megoldjuk a bulit, még sose jöttünk ki rosszul. Eddig Itália földjén termettek csak a rímek, most elemezni fogják ám a te dalszöveged. Időmértékes verzelés. Nekem a Budapest című dalszöveggel kapcsolatban az a kérdés felült fel, hogy mit lehet kezdeni az idegenségérzettel, az egyedülléttel. Azt hiszem, hogy a nagyvárosokban mindannyiunknak megvan az a tapasztalata, hogy az individuum az teljesen elértéktelenedik, az a tömeg elnyomja azt a sajátos tapasztalatot, amit énnek hívunk. És ilyenkor azt hiszem, hogy nagy szüksége van, hogy tájékozódni tudjunk, hogy valamiféle térképet készítsünk magunknak, ez lehet fiktív térkép, esetleg egy vers térkép a mi esetünkben, és hogy ezzel a térképpel megteremtsünk magunknak egy barátságos, egy hétköznapi környezetet, ahol aztán eltalálhatunk a nekünk kedves helyekre. Szóval egy fiktív vers térkép, és azt hiszem, hogy ez a dalszöveg, ez ebben segített nekünk. Emblematikus helyeket járunk végig. A Duna mentén, a Kossuth téren át, a Deák téren keresztül, egészen a Margit szigetig, és ezek az emblematikus helyek mind-mind egy valamilyen élményhez kötődnek, valamiféle intertextus is megjelenik bennük. Hogy mikre gondolok, hová mész, még nem tudottán csavarogsz, hogy színeket láss, visz az út 9 nagy hídon át. Azt gondolom, hogy pont a városon belül megidézni természeti dolgokat, a vízmotívumot, a Dunát, az nagyon fontos abban az értelemben, hogy azt hiszem, hogy a mi városi környezetünkben ezek a természeti elemek egyfajta elvágyódást jelenítenek meg. Pont valamiféle menekülőutat, de ezek a menekülőutak, ezek biztonságosak is lehetnek, talán ez egyfajta válasz. Hogy milyen más intertextusok, egyértelműen nekem a József Attila, a Dunánál, vagy a külvárosi éj fogalmazódott meg bennem, de a Margit szigeten arany, neki is ez egy szimbolikus helye volt, itt írta ugye az őszikék ciklust, vagy itt láthatjuk a kedvenc tájait. De Adi is megidőződik. Ez az a város, ami soha nem álmos, hidd el. A bárok is várnak, hogy megtaláljad. Bezseg az élet, és benne a véred. Azt hiszem, hogy mindenkinek van egy privát, egyéni Budapest tapasztalata, és mindenkinek vannak saját szereplői. És ez izgalmas, hogy hogyan tud kötődni az elődeinkhez, és hogy egy kicsit megvizsgáljuk, hogy milyen fajta Budapest képeket írtak ők le, akkor azt hiszem, hogy nagyon nem is olyan távoli az az élmény, amik bennük megjelenik. Ez ennek a dalszövegnek a tétje, fiktív vers térképábrázolások, amik egyrészt a klasszikus költőinknél, de talán a kortárs költőinknél is megjelenik. Amikor ezt olvasgattam, még eszembe jutott például Tolnay Ottó, nekem számomra kedves szerző, fő csapás irány, hogy körülírja, hogy leírja a legrészletekbe menőbben a saját környezetét, hogy tájékozódni tudjon, mert a tájékozódás nélkül csak a tömeg marad, és a tömegben pedig az az egyedüllét, vagy az az egyedül érzés, ami az elmagányosodáshoz vezet. Én azt tanácsolnám a dalszövegírás további folyamataiban, hogy ezek a szimbolikus helyek, ezek nagyon fontosak, hogy megidéződjenek. Viszont lehet, hogy több saját élménnyel kell őket megtölteni. Mert sokszor az az érzése az embernek, hogy érezzük, hogy valamiféle többletjelentéssel ruházódnak fel ezek a helyszínek, de nem kapcsolódik hozzá valami igazi, implicit, privát élmény. És azt gondolom, hogy egy térkép akkor lesz izgalmas, egy térképet akkor tudunk igazán olvasni, hogyha a saját szubjektív élményeinkkel töltjük fel. Tervek között szerepel, hogy új videóklipet csinálunk, illetve egy első profi videóklipet, inkább így is mondhatnám, hiszen vannak már videóklipeink, de azokat mi magunk házilag raktuk össze. Most ez a következő terv, hogy van a Hétköznapok című számunk, és akkor abban szeretnénk csinálni egy videóklipet, már el is kezdtük az erre való felkészülést, illetve az ötletelést, illetve aminek nagyon örülünk,
hogy elkészült a zenekarnak a saját honlapja, úgyhogy meg lehet nézni a breasttime.hu-t, és rajta van egy csomó minden hasznos anyag, akár képektől elkezdve videók, interjúk, riportok, saját zenei anyagunk, koncertjeink, tehát gyakorlatilag minden hasznos információ rajta van. Tőlünk senki nem megy haza üres kézzel. Útravaló. Szerintem a legnagyobb csapda ebbe az egészben, vagy a legnehezebb túl a technikai részén, legnehezebb megugrani azt, hogy lehet azt megcsinálni, hogy ne szóljon mindig minden, hanem azt hogy lehet megcsinálni, hogy mondjuk énekel a főhős valamit, és akkor ne az legyen, hogy mindig mindenki kíséri, csak egyes részek, vagy akár nagyon kevesen, és ismerjük a mai popzenét, annak van egy hangképe, annak van egy frekvencia tartománya, és egy ilyen zenekar az tök nem ilyen frekvencia tartományon szól, és akkor az ember próbálja megcsinálni, hogy ugyanolyan legyen, vagy hasonlítson, vagy a néző ráismerjen arra, hogy most akkor ez egy groove, akkor ez most ő a basszus, ő az akkord, ő szól középen, ő szól fölül lent. Ez egyébként egy elég komoly csapda, mert soha nem lesz olyan. És az ember elkezdi csinálni, és elfogynak nagyon hamar az eszközök. Tehát fölrakunk egy rendszert, fölrakunk egy hangképet, az szól, tök jó, és akkor most mit csinálunk? Nem tudunk már vele mit csinálni, mert nincs még egy gitáros, aki rálép a pedálra, és rázúz egyet, hanem ennyiből kell dolgozni. Én ebben éreztem némi hiányosságot, és egyfajta ilyen biztonsági játékot a srácok részéről, hogy úgy használták a fúvósokat, például a verzékbe is, vagy a refrénbe is, hogy ezt kiváltották a zongorát. Én sokkal merészebben csináltam volna ezt. Meg kell jegyeznem, hogy van egy rész, és érteni fogják szerintem a srácok, hogy egész pontosan mire gondolok, amikor elengedték magukat, az pedig a második verzénél van a körút szó után egy olyan zenei téma, amit szerintem vinni kellett volna tovább hangulatában, melódiájában, valami ilyesmire gondoltam. Azt is éreztem a srácoknak, hogy szeretnének ebbe a nótába mindent megmutatni, és itt most gondolok a technikai tudásukra is. Nem tudom a szakkifejezését, hogy a fúvósoknál hogy van, amikor ezt a fajta fúvós technikát alkalmazzák, ezt is belerakták. Én merészséget vártam volna, merészebbet ebbe a történetbe. Az énekes úriember szerintem teljesen jól hozta azt a világot, amit ebben a dalban meg kellett mutatni. Mondom, én valahogy a hangszerelésében és a témák kitalálásába raktam volna egy kis csavart bele, hogy ne legyen annyira, csúnya szó ezt használom, hogy direkt, de hogy valahogy ebből egy picit kibillenni. Sajnos nem vagyok fúvós, ezért nem tudok szakszavakat használni, hogy ilyenkor mit kellett volna alkalmazni. Összességében szerintem ez egy nagyon jó nóta. Nekem a hangszerelésben, a fúvós aranzsok kitalálásában volt hiányosságom. Én azt bátrabbra vettem volna, és még dzsungábbra vettem volna. Szerintem egy idő után ez pofátlanság vagy bátorság kérdés, hogy merni kell azt mondani, hogy jó, most akkor csak a szaxofonok szólnak. Ezek olyan dolgok szerintem, amiket elsősorban, vagy nekem, amikor hangszerel ki ilyesmit, akkor merni kell meglépni, hogy most nyasgám, most nincsen ez a tudsz, hanem szépen eljátszuk, és aztán amikor meg bejön mindenki más, akkor annak van egy ereje. Tehát, hogy inkább ilyen lefelé kell a potmétereket erőszakosan gyúrni. Persze teljesen más otthon egy fotelben megnyitni a YouTube-ot, és akkor megnézni, hogy nagyon ügyesen játszanak ezek a fiúk, meg tök más, amikor megyek az utcán, és hallok egy ilyen zenekart. Úgy általában kihangosítatlanul, tehát az is van, hogy azért is mindig szól mindenki, mert a Szer Józsa minden irányába szólunk. Tehát akusztikusan lehet, hogy csak a trombitást hallom, lehet, hogy itt fújja az egyik, lehet, hogy a harsának mondjuk itt van a korpusza a fejem mellett, akkor ugye a többiek kiestek a játékból. Szóval, hogy van egy ilyen mindig mindenki hangulat a műfajon rajta. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgi kihívás, hogy ezt föl lehet-e rúgni, vagy nem lehet-e fölrúgni, vagy az, hogy mondjuk ezek a srácok ide bejöttek ebbe a profi stúdióba feljátszani, az ugye már azt jelenti, hogy vagy egy picit nekem az az üzenet, hogy lépjünk ki
vagy menjünk be az utcáról a házba. De rengeteg előny jön ezzel, mert ugye lehet közben pihenni, de rengeteg olyan helyzet is felmerül, amik kint nem merülnének föl, kihívások vagy más jellegű problémák. Úgyhogy tök izgi, és remélem, hogy még sok ilyen lesz, és remélem, hogy sokszor fogok még róluk hallani, mert nagyon-nagyon királyok. Mondjuk akár útravalót is kellene adjak a srácoknak, én, aki nem vagyok fúvós, én a merészséget mondanám, hogy merjenek nyugodtan belenyúlni ritmikába, dallamba, bátran kísérletezni, hogy az tényleg elváljon attól, amit egyébként szoktunk hallani, hogy valahogy törekedne arra, hogy merjünk kísérletezni. És most jöjjön a zenekar saját dalának története. A saját dal története. Number One című lemezünk, az a mi legelső lemezünk. Tavaly jelent meg, tehát tavaly adtuk ki. Úgyhogy most már mindenféle elektronikus zenei platformon megtalálható ez a lemezünk. Szerettünk volna saját számokat is, és akkor itt jön képbe a testvérem Balázs, akinek már volt egy-két saját száma, így a Number One, a Hétköznapok, illetve a Budapest című számot, azt pedig közösen írtuk a testvéremmel. Egyébként ez a Budapest című szám, ez eredetileg nem is a Brass Time-ra íródott, hanem egy klasszikus gitár, basszusgitár és a többi felállás. Azt gondoltuk, hogy az lehet, hogy jól szólna erre a csapatra is. És akkor Balázs átírta ezt a dalt, és hát technikailag nem feltétlenül olyan könnyű eljátszani, mert néha szoktak panaszkodni a srácok, hogy azért elfárad a szájuk hamar. Viszont, hogy tömör legyen a hangszerelés, és úgy szóljon, mint egy rockbanda, ezért ez oltatlanul így kellett megírni. Úgyhogy talán így megérte, hogy kis fáradtság van benne, de viszont cserébe reméljük, hogy jól szól. A mai Friday Session zárásaként következzen a Brass Time első nagy lemezének második dala. A Budapest. Hova mész, még nem tudottál, csavarogsz, hogy színeket láss, vész az út 9 nagy hídon át. A Dunán sok víz lefolyt már, de te rég az égben jársz, odafent a halász bástyánál. Ez az a város, ami soha nem álmos hitt el. A párok is várnak, hogy megtaláljad, bezseg az élet és benne a véred. Budapest, te szép és csodás Budapest, nekem így vagy. A nevet hű hozzád. Budapest, te hegy és síkság. Budapest, sok mindent kibírtál. Budapest, a világ figyel rád. A villamos kettesbe vált, Kossuth tér az ország ház, utazol végül kikötsz a körútnál. Sok az arc a Deák téren, a Margit szigeten a futókkal lépkedsz, a ősök terén a múlt kacsingat rád. Ez az a város, ami soha nem álmos hívnál. A párok is várnak, hogy megtaláljak, s egy dallam feléped meg mindig. Budapest, te szép és csodás Budapest, nekem így vagy pompás Budapest.
Ez volt a Friday Session a Brass Time-on. Ha tetszett a zenekar, akkor sürgősen kövessétek be őket Facebookon és Instán. Nyáron pedig ajánlott nyitott fülekkel járni az utcán, mert tulajdonképpen bárhol összefuthattak velük.